Hogyan tartjuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjünk le belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a bátortábor súlyosan beteg gyerekeitől tanulhatunk, és amivel az ő gyógyulásukat is segítjük. Ez a Felhők felett, a bátortábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a Felhők felett mindig süt a Sziasztok, ez a Felhők felett a Bátor Tábor podcastja, Vargyastó Tuliskával és Tüske Ferencsel, illetve Jócsa hiányával, mert hogy még mindig beteg, a következő adásban már biztosan lesz, de most még velem kell beérnetek, illetve két nagyszerű vendégünkkel, Szabó Júlcsival, legalább egy Jócsink lesz, legyen, ha Jócsánk nincsen, aki professzionális rendszerező rendrakó, és Ensba Gáborral, aki galerista, és az első részben Ünnepek előtt, karácsony előtt arról beszélgetünk, hogy mi a valódi érték, hogyan lehet megtalálni, kinek milyen fontos tárgyai vannak, milyen karácsonyi emlékek vannak. És január elején abszolút aktuális lesz arról beszélni, hogy hogyan kell szelektálni, és mitől maradjon egy tárgy, és mitől menjen, mi az, ami arra a döntésre hoz minket, hogy még maradjon. Nekem itt van egy egészen komoly személyes élményem. Édesapám halála után rengeteg gépészmérnök volt az előadásban, hogy nagyon sok tárgya volt, amire nagyon vigyázott és nagyon értékes, jól megtalált tárgyak, de mivel nem vagyok egy fúró faragó ember, ezért nem feltétlenül használom van egy csomó gép, tárgy, mindenféle eszköz, aminek egy részéről azt sem tudom, hogy mire való, egy részéről meg tudom, de tudom, hogy nem feltétlenül tartanám, mert annyira nem használom, de nem tudom kidobni. És ott vannak egy garázsban, vagy egy műhelyben jó néhány éve, és fogalmam nincs, hogy mikor és hogyan kezdek hozzá. És értem, hogy, ez, tehát értem, hogy mi van mögötte hogy érzelmi kötődés, nem tudom elengedni, nem tudom, nem tudok mit csinálni vele, de hogy itt van ez a rész. A másik rész pedig a saját gyűjtésemhez való viszonyom, a Pesti életemben, amíg Budapesten értem, ráadásul egy központ közelében, hát rendszeresen az volt a szórakozás, szerintem sokan ismerik ezt az állapotot, hogy bementünk, -e, bementem és vásároltam. És vettem egy csomó dolgot. És azon kapom magam, hogy pólóból négyet használok, gatyából kettőt, cipőből egyet. Szökőévenként felveszem a többit is, de minden nap küzdök vele, hogy megtaláljam azt a hármat vagy négyet, amit használok. Nem, nem tudom, ez így, akkor ez így érthető, megvan mindenkinek ez. Abszolút. Tehát, hogy, hogy nehezen látom, értem, érzem, hogy változom, értem, hogy miért nem tudok megválni dolgokról, de nagyon nehezen, nyögvenyelősen lépek egyikről a másikra. És amikor tudok egy-egy ilyen. volt már ilyen, hogy csináltam egy ilyen nagy takarítást, mert tele lett a hócipőm, akkor az egy felszabadító élmény. De hiába van meg ennek az élménynek az emléke, mégis nehezen jutok oda. Nekem ez a pozíció, most a tárgyakkal való tisztulásban, vagy hogy mi is kell nekem, meg hogyan kell, hogy mitől, meg miért, az majd talán még szóba kerül, de hogy én itt tartok. Ti hol tartotok ebben a hömpögő ebben a folyamatban? Te professzionális rendlakóként nem tudom, mit mondhatsz el, <laughs> nem Nálam minden rend van, de rendben van, csak azt tartom meg, ami, de hogy? Hogy vagy te, Júgyi? Hát igen, rend van, és lakásban lakunk, ami akár lehetne nehezítés is, de igazából egy könnyítés, mert, mert rá vagy szorítkozva, szorítva arra, hogy, hogy tudatosan vedd és tartsd meg a tárgyaidat. De neked akkor volt egy ilyen alapvető feszes viszonyod, hogy ez nincs hely, pont. Tudni kell, mi kell, mert, mm. mert nem fér el a több. Igen, hm? igen, igen. Szép jó. Gábor, te elmondtad az előző adásban, hogy egyrészt van egy csomó tárgy, ami akár még nyomasztani is tud, a, a gyűjtemény, vagy a galerista munkából adódóan a művészeti tárgyak, amik értékek, és nem akarsz tőlük sem megválni, sem értéken alul. Megválnék csak értékükön. csak értékükön, igen. Tehát, hogy, és ebben szerintem van szakmai büszkeség is akár, de a magánéletedben meg, mint egy egész más vonalat vinnél, ahol, ahol meg nagyon kevés az a tárgy, ami foglal, tart, vagy ami így, így nyomaszt. Keveset vásárolok, és kevés tárgy van körülöttem, vagy én azt gondolom, aztán így belegondoltam, nem élünk nagy lakásban, de ha így belegondolok, akkor tényleg tele van. Inkább az az élményem otthonról, hogy jönnek haza a könyvek, és megint könyv, és megint könyv, és megint, könyv, és megint tele van az íróasztalom, vagy az az asztal, ami ott van a szoba közepén könyvekkel, és akkor lepakolom át a másik asztalra, de akkor pár nap múlva megint tele van, mert rendre meg törekednék. Tehát inkább a könyvek foglalják el a tárgyak helyét is otthon, anélkül, hogy különösebben olvasni tudnék az elmúlt időszakban. Tehát a könyvek jönnek, az is elég nyomasztó, amikor így tornyosulnak, és majd azt mondom magamnak, hogy amikor elmegyünk nyaralni, vagy két ünnep között, amikor lesz időnk, akkor majd olvasok, de valahogy más tempójú az élet, meg, meg máshogy jár az én agyam is. Nem tudok neki regényeknek már, ahogy régen neki tudtam, és belefeledkezni, belemerülni. Tehát a könyvek gyűlnek, a tárgyak meg kevésbé gyűlnek körülöttem, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy azért a tér az mindig egyre, egyre, szűkül. Érdekes a könyvek. A sok költözés után nekem volt három-négy, ami így Szabó Lőrinc, Radnóti Herman Hesse marad, minden más mehet, vagy, vagy minden más olyan, hogy tényleg azért a költeményes, azok jók, hogy jó úgy levenni a polc. De hogy regények már nekem annyi költözés után, és egy nagy költözés után már nem, már nem okoznak gondot, ideig okoztak. Az nagyon érdekes volt, hogy előző adásban szóba kerültek anyujék vagy anyu, és amikor meghaltak, akkor pont volt egy olyan tárgy, amitől nagyon-nagyon nehezen váltunk meg a testvéremmel, ez pedig a szülői ház volt, hogy, ott volt gyakorlatilag üresen évekig, és már csak azért adtuk el a végén, hogy ne dőljön össze kis túlzással. És ugyanígy voltunk a könyvekkel is, hogy addig rakosgattuk, addig rakosgattuk, mert hogy azok között, a könyvek között nőttük fel, nőttünk fel, és addig ő ehhez ragaszkodik, én ahhoz ragaszkodom, hogy a végén én egyetlen egy könyvet nem vittem el a nyújéktól, és amiket, lemezeket elvittem, bakelit lemezeket azóta sem vettem elő őket, nagyon sokat változott bennem, a testvérem meg elvitte az összes könyvet, és azóta is ott van neki a könyves polcám, vagy inkább a könyves polca mellett, mert hogy, hogy se nagyon férnek a könyvek már egymástól. Azt, azt én is tapasztalom a munkámban, hogy, hogy könyvektől nagyon-nagyon nagyon-nagyon nehezen válnak meg emberek, annak és... van egy nagyon jó módszere, kölcsön kell adni őket, és akkor, <laughs> akkor soha nem többet ilyen. nem kapod vissza. <laughs> igen, igen. Igen, ez is egy módszer. De hogy ez tényleg érdekes, hogy és nem csak a könyvnél, hanem hogy amikor olyan dolgokról van szó, amire azt mondják, hogy de hát ez értékes, és ugye a könyvtől is azért válnak meg nagyon sokan nehezen, mert ez érték hát abba valaki művész értéket tett bele nagyon sok éves munkájával. Szerintem a, a könyv az, ami a, egyrészt a poroszos oktatás miatt a lexikális tudás eleve az, hogy, hogy tehát a nyomtatott szó, meg a, ennek van egy nagyobb értéke, mint mondjuk egy kreativitásra alapuló oktatásban. Másrészt meg az volt az, amit megengedhetett magának, a töm, megengedhettek a tömegek is, hogy viszonylag olcsó volt könyvet venni, és, és megengedhetett, hogy ezt a luxust, amit a, amúgy, amúgy a szüleid még nem, tehát azért a paraszti generációban, nem tudom, századforduló óta, nem 45-ig nem nagyon volt ez annyira egyszerű mutatvány. Szóval ennek volt egy ilyen hétköznapi érték. Hát Te... igen, de az is, szerintem az is benne van, hogy az az élmény, amikor elolvasod azt a könyvet. Abszolút. És, és nem mondom, hogy senki és nem olvas, nehéz... és csak az érték nem, miatt, persze, hanem... de hogy ez is benne van, igen. szerintem, meg az is, hogy, hogy akkor van egy olyan érzése az embernek, hogy az élményt is elengedi talán, és ami nagyon hasonló, is erről eszembe jut, hogy hogy amit még nagyon nehezen engednek el az emberek, az a, az egyetemi és főiskolai jegyzetek. Azt én nagyon könnyen elengedem. És, <laughs> és Már vagy... egyetem alatt. <laughs> ja, igen, hát az olyan, de hogy, hogy az is olyan, hogy abban is van egy olyan tudás, mint kicsit hasonló, mint a könyvekben, ami van egy olyan érzete az embernek, hogyha azt kidobom, akkor, akkor, akkor elvész a tudásom is, vagy soha többet nem tudom visszakeresni ugye azt, amit ott lejegyzeteltem, vagy amit ott megtanultam, holott valójában annak a rengeteg könyv is, ami a polcunkon van, a 99%-át már soha nem fogjuk elolvasni, és ezt pontosan tudjuk. De ez érdekes egyébként, mert hogy rengeteg tárgy van körülöttünk, és rengeteg tárgyat állít elő az emberiség, és tényleg minden területen túltermelés van, de most éppen csináltam egy előadást, és abban ez műkereskedelemben, műtárgypiacsal foglalkozott, és megnéztem az elmúlt évek legjellemzőbb trendjeit, és például a metaverzumban való műkereskedelem, vagyis a virtuális tárgyaknak a kereskedelme, az most már egy szabad szemmel látható, része a teljes forgamnak, és ott virtuális tárgyakat állítanak elő valóságos művészek, de előbb-utóbb lehet, hogy mesterséges intelligenciák, NFT-ket állítanak elő, és hogy az mintha kevés lenne, amit csinál magának az emberiség fizikai valóságában, még kell egy metaverzum, ahol virtuális tárgyakkal további és további és további mm. tárgyakat lehet előállítani. Ami azért számomra egyrészt érthetetlen, másrészt riasztó, mert hogyha ennyire elszakadunk a valóságtól, azért azt a 2008-as válság megmutatta, hogyha a virtuális érték nagyon elszakad a valós értéktől, abból egy előbb-utóbbi pukkanás lesz, mert ez lufi, ez nem valós. Hogyha ez ebben a művészeti térben is ennyire, hogy valami és nem arról beszélek, hogy egy, mondjuk egy videó, ami megtekinthető virtuálisan, az, 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 ha egy művészkészítés, művészeti gondolat van benne, az ne lenne érték, és ne lenne értékesebb attól, hogy azon van valami jel, hogy ez csak én birtoklom az De hogyha egy idióta, béna, Mikiegér figura, tényleg egy ilyen pixeles Mikiegér figura, amit egy ilyen kezdő rajzoló programban az öt éve egy gyerek megrajzol, attól lesz milliós érték, mert arra valaki rányom egy NFT-t, tehát egy ilyen jelet, egy kódot, amit más nem tud rányomni, és ettől az az eredeti, és ez ettől értékes, az engem riaszt. Hogy akkor hova jutunk a, a lufik világában? De hogyan fogjuk tudni, hogy, hogy mi tényleg az érték, hogy mi tényleg a, vagyis hát, hogyha nem, hát ez érték, mert sokan azt tulajdonítanak, mert nem akarom lenézni az ő érték ítéletüket, csak én nekem ez nagyon távoli, nagyon nem értem, nagyon, nagyon nem tudom. Tehát lehet, hogy öreg, öregszem, nem? Ez az, amikor az ember ezeket nem érti. És, és van egy sztori, ami japán DJ, aki NFT, amúgy menő DJ, és NFT-ket is vásárol. És az egyik buliát megszakította, hogy megvett valami Egér figurát, nem tudom, sok százezer dollárért, és a bulin kifütyülték, hogy mi az, hogy megszakítja a bulit, viszont abban a pillanatban több millió dollárra nőtt az értéke az nft nek mert erről cikkezett, még én Magyarországon is olvastam róla. Tehát, de hogy lehet, hogy azóta meg 100 dollárt ér az az NFT, és azért pukkannak ezek a lufik ki. Hát meg mennyit ér az a DJ, nem? aki egy ilyen miatt megszakítja a buját. De ez már egy másik kérdés, hogy mennyire... Veszélyre vezető dolog. facsarodott már ez a dolog. De ez, ez diaszt engem, Ez mm. a... igen. Hát ez abszolút tőlem is teljesen távol áll. Viszont nagyon azt egyszerű tudom. a végén rendet rakni, mert csak kihúzod a konnektorból. Hát ez a, azt hiszem, hogy ez nem. Tehát az a baj, hogy nem. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy hogy ami a gépünkön van, és ugye az láthatatlan, hogy ott nem kell rendet csinálni, de hát... Bizony. Hát van oh. például ez az örökség, hogy ez a digitális örökség, éppen múltkor olvastam, hogy ez mekkora probléma, és hogy mennyire jól szabályozott a magyar piac, még nyugat-európához képest, és hogy mi történik a te anyagaiddal a Facebookon, mi történik Igen. a te anyagaiddal az Instagramon, a személyes lenyomatoddal mi történik. Nagyon-nagyon érdekes. Igen. De nagyon messzire vagyunk már az beszélgetés hát, Vagy akár által. az, hogy, hogy, hány, hány, a legtöbb háztartásban hány régi telefon, laptop és számítógép van, csak azért, mert nem merem el továbbadni, nem merek megválni tőle, hiszen az én személyes dolgaim vannak rajta, de arra nem tudok, meg már nem is akarok időt és energiát fektetni, hogy leszedjem róla. És az ott van. De ez csak egy pici szegmens, de amit igen. te mondtál, azt én abszolút megérem a mindennapjaimban, minden hogy nincs az a laptop, aminek ne telne meg a memóriája egy-két egy év alatt. Igen. igen és ha hát nem is telik a, meg? Az esküvői fotókat csak nem, azt nem tudom. Hát ugyanott igen. ugyanott vagyok vele, mint bármi Pontosan. más. Tehát az csak a leképeződés. Igen, igen igen, igen, igen. Na, nem ne menjünk a digitális részre. Az NFT-ről <laughs> szerintem egy különadást lehetne csinálni, hogy <laughs> akkor ez most hova vezet. Mert én is, én is attól hogy nem kihúzás lesz itt, hanem mindenki rákerül erre a egyre virtuálisabb életre, ha csak nem jön valami katartikus változás. Minden esetre nem ez a témánk, hanem hogy, hogy mi van. Te mit látsz a praxisodban, mint professzionális rendszerező, hogy mivel a könyvek, ugye könyvekről beszéltünk, CD-k, bakelit lemezek, tehát ezek a kimenő, de még sokat, sok emléket előhívó tárgyakon kívül, mi az, amivel küzdünk rendszeresen? Hát amivel a legjobban és legjellemzőben az az, hogy sok, minden sok, 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 sok. Tehát ez, ez a, leg, az a legjellemzőbb. A másik, ami kicsit megint oda vezet, amit a múltkori adásban beszéltünk, hogy nincs, nincs időnk rá, nem állunk meg, hogy akkor megnézzük, hogy, hogy ebből melyik az, ami valóban kell, azért, mert mert valóban kedves, és vagy pedig azért, mert valóban használom, és ettől lesz még több, még több és még kevésbé használhatóak, vagy jól használható a tér, a lakása, a dolgaink. Szerintem ez talán ez a kettő, ami a legnehezebb, vagy így, ami a legjellemzőbb. Annyira el vagyunk foglalva a pénz megteremtésében, amit a szerzésre fordíthatunk, és annyira átgondolatlan a szerzésünk, hogy nem marad idő rendszerezni azt, amit szereztünk. Igen, vagy akár eldönteni, hogy ez most kell. akkor jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés, kell, vagy nem kell. De ilyen alapon, amit te csinálsz, az egy ilyen szélmalomharc, már bocs, olyan, mint a fogyókúra életmódváltoztatás nélkül. Hát nem, nem? azért nem, mert... mert... Ha miért rendet raktok, aztán uh -huh. jövő héten ugyanúgy bemegyek. Uh -huh. Igen. Tehát azért nem, mert nem rendet rakunk, hanem De. egy új rendszert állítunk fel. Aminek következménye az is, hogy bizony szokásokon is kell változtatni, és egy általános rendrakás helyett, amit mi csinálunk, az egy iszonyú alapos szelektálás után egy új rendszer felállítása. És amit, amit én látok, és ami miatt igazán szeretem ezt a munkát, az az, hogy azt látom, hogy ez nagyon sok embernél egy, egy középső lépcső, arra, hogy utána már máshogy csinálja. Az első lépcső, az a leges-leges legnehezebb, az az, hogy felismerni, hogy ez a bajom, és elmerjem azt fogadni, hogy most nekem ezért segíts, ezzel kapcsolatban segítséget kell kérnem. És ha már idáig eljutott, akkor már, az már minden, minden sinem van, onnan már nem fog elbukni a dolog akkor a második az, amikor, amikor tényleg ezt meglépjük, megcsináljuk, tényleg kiszelektáljuk azt, ami, amire már nincs szüksége, és amire valóban kell, és ez mindig, de tényleg mindig hoz maga után egy, egy változást az, az, az életben a tárgyakhoz való hozzáállásában, akár a vásárlásban, akár a birtoklásban, vagy a tárgyakkal való viszonyában, és, és ezért nem egy szélmaromharc hanem egy út közepe, vagy egy út része. Ez így érthető? Érthető. Azon gondolkozom, hogy mi az, amit adni tudtok, mert hogy mi az az öröm, amitől ezt érdemes csinálni, és tovább viszi az embert, mert anélkül nem csinálja, uh -huh. szerintem. Uh -huh. Tehát, hogy mi az, amit ad a, az, amit a uh -huh. rendszerezés, tehát, uh -huh. hát, hogy hát, mitől pont... megy tovább a cucc? Mitől hát, megy pont tovább a Pont a tegnapi tovább. munkám volt az, amikor egyszer egy egy konyhát rendszereztünk, és egyszer csak megállt a, a hölgy, akivel dolgoztam, és azt mondta, hogy ő olyan régóta vágyik arra, hogy egy ilyen igazán sz, jól működő konyhája legyen, és hogy most, most végre látja a reményt, hogy ez neki tényleg megvalósulhat ez a vágya, hogy ő már azt gondolta, hogy ő erre képtelen, ezt ő nem tudja megcsinálni, és most itt megtörténik, és kiderül, hogy de ezt ő meg tudja csinálni, hiszen együtt csináljuk, nem én oda megyek, és én megcsinálom helyette, hanem mi együtt csináljuk nagyon sokat beszélgetünk, nagyon sok mindent tanulnak, meg én is, tehát hogy tanulunk egymást, de hogy tanulnak ezekből a folyamatokból, és rájönnek arra, hogy ők ezt meg tudják csinálni. Csak meg kell tanulni. Van, akinek ez készségszinten megy, és van, akinek meg meg kell tanulnia. Ez nagyon tetszik nekem egyébként, nem tudtam, hogy van ilyen foglalkozás, és igazán tetszik, mert pont azokat az érzelmi szálakat tudod elvágni, ami miatt az ember nem tud hozzákezdeni, kezdeni, és azt az időt tudod beletenni, amit én sem teszek bele a rendrakásba. Nekem azt hiányzik a legjobban, az az idő, és én törekszem arra, hogy rendszerekbe kerüljenek bele a dolgaim, akár a számítógépemen, a különböző fájlokban úgy próbálom összerakni a dolgokat, de olyan mennyiség, hogy reménytelennek látom egy idő után, hogy abban rendet tudok vágni. Szerencsére tönkre mennek a számítógépek, és az azokon levő adatok elvesznek, és valószínűleg azoknak a nagy része el is veszi az érvényességét, a tárgyakat meg elviszi a csőtörés, meg elviszi a költözés, és nem tudom micsoda, de hogyha van ebben egy professzionális szakember, akkor pont ezt az időtényezőt tudja Kivenni belőle, vagy hozzárakni, és az nagyon sokat segíthet. Ez tetszik nekem egyébként. Igen. Hogy az időtényező, az nagyon fontos, és, és talán olyan szempontból is, hogy hogy nagyon nagy elvárásaik vannak például házi asszonyoknak, vagy embereknek maguk felé, mert amikor, mi, amikor én oda megyek, és egy konyhát rendbe rakunk, akkor 8 órán keresztül, ketten, semmi más nem csinálunk, csak azt. Ami azt jelenti, hogy ha ő ezt magától várja el, hogy neki minimum 16, de inkább 20 órán keresztül kellene, annyi idő, ideje kellene, hogy legyen, hogy ezt, legyen, hogy ezt meg tudja csinálni. Ami kinek van? Hát senkinek. Húsvéti nagy takarítás volt erre régen, meg a... de az még nem rendszerint tudom. Igen, Igen de, de, egy rendszer a, a, a működésünkben, amit, amiket már elengedtünk, például, hogy az a hétfői nagy mosás, a szomszéd 90 éves bácsi még mindig ezt csinálja, hogy hétfőn kimos mindent és kitereget, de hogy, hogy ezek, a, ezek a, vagy akár a húsvéti nagy takarítás, hogy ezeket már nem tartjuk, de nincs helyette más, én azt látom. Nincsenek meg ezek a ciklusok, vagy rítusok, amik ezt eredményezik, Igen. hogy rendet a Igen, nem? vagy hogy. hogy. Vagy Igen. koptak, vagy nem annyira. Igen. Igen. Azért jó, hogy mondhatod, hogy ez egy folyamat kezdete, mert hogy azt én emberekkel foglalkozó szakemberként, már hogy szervezetfejlesztéssel, coachinggal foglalkozom, és abban én egyre kevésbé hiszek, hogy egy-egy ilyen alkalom, egy akármennyire sűrű is, komoly, hosszú távú változást tud eredményezni. Elkezdeni, vagy részévé válni, vagy tolni egyet a folyamaton, te gyorsítani, vagy lendületet adni, az tud. De hogy attól, hogy ti kétszer elmentek valahova a rendet rakni, megváltozik az ő rendetlensége, azt én kétlem. Én azért ebben Te nagyon pedig Igen. Igen? <síns> igen, ez nekem is. Tehát amikor. Fú, kinyitok... két, két, szerintem két kuncsafjelöltet is. akadt. Amikor új, nem tudom, laptopom van, és elkezdek új rendszert csinálni, és új mappákat, tenni bele, az meghatározza a következő időszakot, és ha azt jól rakom, akkor össze... Akkor az jobban működik. Akkor az egy rendszer lesz, és lehet, hogy ugyanúgy dobálom bele a dolgokat, anélkül, hogy megnézném, de a megfelelő dobozban vannak attól kezdve. Ezt értem, de attól még, hogy, a rend, hogy megvan a tárgyaknak a helye, meg a rendszere, attól még én ugyanaz a fogyasztó vagyok, Attól nekem még az ugyanúgy örömet okoz, hogy megveszem még azt az edényt, ami ugyanúgy nem jó, meg nem fér be, meg nem tudom. Majd valóban elrakom máshova, mert oda nem, amit rendet raktak a lányok, mert azt tetszik. Ja, az te? Szerintem nem így Nem, nem, szerintem semmi. Nem, nem, pont nem azért, kötekedés. Mert... Igen, De... értem, teljesen értem. Tehát, ha egyszer meghívlak titeket, akkor teljesen mm -hmm. elkötelezett ügyfél legyek azért. <laughs> akkor fogsz elhívni, hogyha ott tartasz, hogy változtatni akarsz, és én csak a változásban tudok segíteni. Érted? Tehát ezért. Tehát amikor már tele van a hócipem saját magammal, és nem kidobok mindent, hanem hívlak titeket. Igen, igen. Tehát és hogy... ketten kidobjuk a felét. Igen. Hát gondolom, nem csak kidobjátok a felét, hanem azokat, amik megmaradnak, azokat megfelelő helyre teszitek. Igen, igen. És, és ami még így eszembe jutott így a beszélgetés alatt, hogy az nagyon sok embernek segít, és nekem is, hogy nem kidobjuk. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok tárgyat adunk adományba, Adunk ajándékba. A legtöbb dolog, amit kiselejtezünk, azt adományboltokban adjuk le, ahol olyanok tudják megvenni, akik ugye rendes áron nem tudnák ezeket a tárgyakat megszerezni, itt pedig alacsonyabb áron meg tudják venni. És ez, ez segít annak is, aki megválik attól a tárgytól, hogy valaki, más is örülni fog neki, és valaki használni fogja attól, mert én nem használom. Tehát, hogy kevés dolog az, amit így valóságban, tehát, hogy igazából a kukába dobunk. Egyre szimpatikusabb ez a dolog. De én komolyan gondolkoztam, hogy lehet, hogy, hogy érdemes egy ilyen. És mondjuk ez onnan kezdődik, hogy pontosan tudod a viszonyra. Tehát ugye hogyan tudsz jól választani dolgokat, hogyha tudod, mik az igényeid és nem a felugró ablakok közül az, hogy ezt akarom, hanem azt mondja nekem, ezek az igények, na, akkor keressük meg, hogy mik azik, amik beteljesítik ezt. Tehát így lehet jó szerintem döntéseket hozni bármiben. Ezért ez egy nagyon kemény meg munka, hogy mik az én igényeim bizonyos területeken, laptopnál, abban a mapparendszernél, műtárnál, konyhaeszköznél, eszköznél, bárminél, mik az én valós igényeim. Szóval ezt megtalálni azért ez egy amúgy izgalmas meló. Ha műtárgy kereskedelemben is érdekesek ezek az igények, de ott, ami, engem ebből a szempontból igazán érdekel, hogy ott hogy van ez a gyűjtés szelektálás, mert ott szinte egész más, hogy is mondjam, szempontok. más szabályok, szempontok Igen. működnek, mint egy hétköznapi életben. Biztos van a gyűjtő-gyűjtő, gyűjtő, aki mindent szeretne, bizonyos dolgok, de hogy azért vannak azok a, én filmekből látom őket, azok az urak főképp, akik így tudják, az az életük része nagyon fontos nekik, de nem feltétlenül úgy gyűjtő, mint aki mondjuk mikrokönyveket gyűjt. Tehát hogy náluk hogy van ez, ez a jön-megy, eladom-gyűjtöm, Többféle szempontot lehet itt elővenni. Vannak olyan gyűjtők, akik egy bizonyos lelki alkatból fakadóan mindent gyűjtenek, és mindent felhalmoznak, és mindent maguk köré raknak bizonyos szempontból. Szenvedélybeteg emberek, csak nekik nem szerencsejátékot játszanak, és nem alkoholt isznak, hanem tárgyakat cipelnek haza, és soha nem Ezt értem. engednek és semmit. Ez egyfajta dolog. És vannak olyan gyűjtők, akik elkezdenek műtárgyat, bélyeget, értéket gyűjteni, és nem csak a gyűjtés miatt, hanem azért, hogy értéket teremtsenek, vagy intellektuális tevékenységet végezzenek, vagy, 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 de jellemzően ezeknek is van egy pici szenvedélybetegsége, mert hogy a gyűjtés az egy szenvedély mindenképpen a gyűjt. És ezeknek a gyűjtőknek van egy gyűjtői útja, jellemzően, amikor a tudásuk, a tapasztalatuk, az anyagi lehetőségeik eljutnak egy bizonyos szintre, akkor elkezdik szelektálni a gyűjteményt, és az első tárgyaktól, főleg azoktól, amelyekhez nem fűzi őket semmiféle érzelmi kötelék, elkezdenek megválni, elkezdik tisztítani a gyűjteményt, elkezdik látni, hogy mi az a gyűjtői irány, ami őket igazán érdekli, ami közel áll hozzájuk, és akkor abban kezdenek el kiteljesedni azokat a fiatalkori botlásokat, tévedéseket, mellényúlásokat, eh, pedig elkezdik kiszelektálni a gyűjteményből. Aztán vannak olyan gyűjtők, akik professzionális szempontok felvértezve kezdenek el gyűjteni, és tanácsadókat fogadnak fel. És elsősorban az érték, vagy a gyűjtemény minősége, vagy a koherens volt a fő szempont. Kevesebb buktatón mennek keresztül, nem is szenvedélyből csinálják jellemzően, hanem sokkal racionálisabban, és akkor egy professzionális szemmel válogatott, de magas próbálok egy művészeti a építeni, mi többet a... ami lehet befektetési szempontú, lehet de? művészeti szempontú, intellektuális, nagyon sokféle szempontja lehet ennek. Nekem ez a középső út, ezt tetszett. Ez nagyon tetszik, hogy szenvedélyből kezdi, sok mindent gyűjt, de azért nem a, nem a, a maga az, hogy a szerzés és még többet, még többet, hanem valamilyen értéket akar teremteni, intellektuális, intellektuális kiteljesedés munka a hajtóerő és egy idő után rájön, hogy mi az, ami igazán húzza, és ami már nem kell, az pedig tisztítja le magáról, nyilván ebből van lehetőség újakat venni, és nem húzza annak a súly, hogy, hogy az már nem kell. Ez úgy tetszik, ez olyan életszerű, nem? Ez egy szép életpálya is. Klasszikus, ahogy... reális gyűjtői út, abszolút, persze. Na hát akkor, Létező. akkor kínáljuk ezt programként a hallgatóinknak, <laughs> mint egy ilyen hétköznapi tárgy gyűjtögető kaland, hogy, hogy szenvedélyesen gyűjtsetek, aztán jöjjetek rá, hogy mi a fontos. És ha túl sok van, hívjátok a rendszer. Így van, ha sok segítség mindig van, ha valami műtájra van szükség, akkor Gábor, felhők a promóciós kóddal, és, és, amikor úgy érzitek, hogy tudjátok, hogy mi az, ami igazán van, akkor érdemes végig gondolni, hogy mi az, amit el tudtok engedni, mert mindent nem lehet. Így van. Viszont van értelme szelektálni. Hát reméljük, hogy, hogy tudtunk egy január harmadikán segíteni, elindulni egy hosszú úton 2023-ban, és reméljük, hogy ezt az utat élvezitek is, mert szerintem ez egy jó dolog tud lenni. Tehát nem, az eleje lehet nehéz, amikor az ember így elkezdi ezeket a döntéseket meghozni, de utána valami felszabadító. Igen. És az is hogy felszabadító, amikor megtalálja azt, ami igazán húzza, és akkor azt meg kutatni és, és nem a mennyiség miatt, hanem a minőség mm. és az elmélyülés útjára lépni. Köszönöm, hogy itt voltatok. És További jó gyűjtést és szelektálást! Köszönöm, boldog új évet! Boldog mindenkinek! Igen. Szabó Júlcsi, professzionális rendszerező-rendrakó volt a vendégünk, és elismer Gábor galerista is Júiskának jobbulást! Legközelebbi adásban már reméljük ittünk mellettem, itt Tüske Ferenc voltam. Tartsatok velünk két hét múlva is! Sziasztok! Ez volt a felhők felett a Bátor Tábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk két hét múlva is!